A Sziget jelenlegi varázsa abban merül ki, hogy az operatőrt és a kollégámat a WC-re hordom a Szigeten. Megérkezéskor közben, utána, és még vissza is jövünk pisilni, hogy minden kerek legyen. Túl jó az anyagcserénk, egészségesek vagyunk, és sok vizet isztunk, mert egyébként napig 2-3 liter meg kell inni mindenkinek. Egészséges 5 percünket hallottál. Most azt mondták, hogy, ne, hogy nincs is szüksége az embernek a vízre. Én most azt hallottam. Képzeld el, hogy valaki kitalálta, hogy nekünk nem, tehát az a 70%, amiből összeáll a testünk vízügyileg, vagy igen, akár még több, mondjuk utolsó számításaim szerint ez 70%. A többi az rozé, de mindegy, de megvan, az a lényeg. De azt hallottam, hogy nem is kell az a víz. Mi most megint a Szigeten vagyunk, most megmutatjuk nektek a magyar részt, meg a magyar nagyzenei színpadot, meg a kompakt diszkót, meg megyünk pálinkával kocintani Guinness rekordokat. Itt lesz most a Guinness rekord. Mindenki boldog lesz, aki kocint egymással. Az a lényeg, hogy a maszkora és a tücsök raj, a kompakt diszkó és a magashegyi underground elindítja a kocintósort. Aki kocint egymással, az továbbadja a boldogságot. Jó. És akkor ez egy hiteles Guinness rekord. Így van. Csabi elmondta azt, hogy ilyen visszafogottan fogja nyomni. Én azt hittem, hogy ki fog érni, mint pizzabóc, hogy pizzekli fog. Elkezdődött az első dal, és Csabi így jött ki. Mondom, mi van? Azért nem volt annyira egyszerű, de nem volt pizzekli. És aztán a második meglepetés az volt, hogy a Csabi hiába beszélt magyarul a közönséghez. Ugye a közönség 30%-a vette a lapot, és így ebből rájöttünk, hogy majdnem ilyen 70-30, vagy inkább a külföldiek irányában van a közönség arány. De nagyon jó volt, és tényleg végig ott maradtak, kombolnak, kocsoltak. Ez egy óriási meglepetés volt számunkra, főleg az, hogy ez az első szigetes koncertünk, és ha még ez nem lenne neked is, és körülbelül... Igen, egy kicsit azért ki voltam bukva, mert maga mert ez a legjobb pillanatban közvetítik ezt élőben, amikor éppen hogy tudok járni, de... De tudtál, hát most kaptuk meg a fülést, hogy semmi nem volt. Jó, de nem tudtam azért annyira magamat adni, nem volt 100%-os, egy kicsit ez zavart, tulajdonképpen egyébként tudom, hogy jól lement a koncert, és nagyon jó közösség. Ez majdnem olyan volt, hogy egy külföldi közösséggel játszottunk. Hát ez olyan volt. Hát már gyakorlatilag külföldi közösség. Igen. Köszönöm szépen. Akkor újraindul a hullám. Az a lényeg, hogy mi nem változtunk meg emberileg, és nagyon sok visszajelzést kapunk, ugyanúgy a magyar közönségtől, ugyanúgy a külföldi közönségtől, és mindenki csodálkozik azon, hogy mennyire barátságosak, hogy nyíltak vagyunk. Mindenki azt gondolja, mert szerepeltünk a tévében, nem tudom mi, de ezek megképzelt hülyék, és hogyha odajön valaki hozzánk két mondatot beszél, akkor rájön arra, hogy végülis mi. Igen, ugyanazok vagyunk, tehát hogy bármivel. Meg azért maradjunk, hogy nem vagyunk már 21 évesek, és nagyjából erre vártunk. Szerintem, amióta elkezdtünk zenélni, hogy erre a szintre el tudjuk jutni, hogy ezt mindenféle szempontból megbecsüljük, és az embereket is megbecsüljük, és nem tudom, hogy ezt mondta-e a Begi, de ezt azért elmondtam én is, hogy esetleg mondta volna, hogy nekünk a rajongóink, a család, a kompakt családnak szoktuk őket hívni, most egyiket gondolkozunk meg, hogy kompakt family, de nem jó. Inkább nem mentünk el. Aki azt gondolja, hogy megképzeltek vagyunk, jöjjön oda hozzánk egész szokottan, köszönjön nekünk, és egy mondatot beszéljünk. A fekete miatt ilyen. Igen, lehet.
Nagyon-nagyon nagy szerencsét van, mert tényleg a családtagjaik nagyon jók és rendkívül jól kezelik a részeket. Két perces beszélgetés kívánnak, nagyjából maximum egy fotó még. Tehát hogy nem az van, hogy nem rontanak rá. Lehetek egy kicsit polgárfokkasztó? Lehet? Tudod mi van? Az van, hogy egyébként a idézőjelben vett rajongók, akiket mi családtagunkat nevezünk, azok tök jól állnak hozzánk, és tudod mi van? Szakabeliek jönnek oda és támadnak minket hátba. Amit nem érjük. Igen, hát zenészek. Ezekkel a dolgokkal nem szoktunk foglalkozni, csak a meginek néha. Nem, csak mondom, hogy nem foglalkozunk vele. Csak nagyon sok olyan ember van, aki találkozunk egy backstage-ben, oda jön, gratulál nekünk, nyomunk két csókot egymásnak, oda vissza. Jaj, nem mondd. És nem az Ákosról van szó. Esküszöm, hogy nem az Ákosról van szó. Ákos szeret minket. Figyelj, Ákos szeret minket, Ákos támogat minket, Ákos mi is szeretjük. Félértés, ne esik, nem az Ákos. Érdekes, hogy mennyire elpirultatok. Ez a pálinka. Az a egyetlen fájó pont, hogyha valaki oda jön a szakmából és gratulál nekünk, és aztán két hét múlva visszajuk azt, hogy mennyire lehord minket a sárga felé, ez egy picit bántó, de... Én azt szoktam mondani, hogy inkább irigyeitek legyenek, mint sajnálni. Igen, de ezt meg kell tanulni. Meg kell tanulni, hogy ha valaki már fikáz minket, az valójában azért van, mert... Igen. És tényleg még egyszer leszeretném szakítani, hogy a Kossuth díjat adott a Csabi, nem az Ákosról van szó, szóval, mert Kovács Ákos az egy közeli barátunk. Ha nem az Ákos, és nem az Emilyen Ferenc, akkor ki az? Válaszokat várjuk a képernyő alá, lehet, hogy én veszünk. Tényleg még egyszer leszeretném szakítani, hogy véletlenül sem a Kovács Ákosról van szó, aki tényleg nagyon sokat segített nekünk az elején. Tényleg, úgyhogy már csak ezért és is. Nagyon jó barátok vagyunk, és én például az Ákos koncertet melegítettem a hangulatot, DJ-ztem, csinálom neki remixet, úgyhogy nem, még véletlenül sem az Ákos. Nem, ezt ki kell, hogy javítsam, nem remixet, feldolgozást. Ugyanis mi zenekar vagyunk, és nem egy DJ örülünk. És Ákos szeretni persze szépen. Nem ismer. Én meg is nem. Jó, egészséges. Ha már nézem én a TV interjúkat. Sziasztok! Egészségügyre! Mindenkinek! Én még jól tanultam!